Magyarországon szabadság van, aki akar indul a választásokon. 2 óra 15 percig tartott pontosan a kormányinfó. Nagyon sajnálom, hogyha a Magyar Péter nem volt elégedett. 13 évesen Tordján nagy gyűlésekre jártam, tehát... Kormányinfót tartott Gulyás Gergelyről a jelenlegi politikai helyzetről, Magyar Péterről, és arról is kérdezték, hogy miért mondta múltkor azt, hogy hálásak lesznek neki azért, amiért Magyar Péter megjelent a magyar politikában. Ugye most történik, ahhoz nekem nincs közöm, ha mégis, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Köszönöm. Jó, jegyezze meg mindenki. Tegye már meg, legyen szíves, hogy akkor most elmondja, hogy mit kell ez alatt érteni, vagy mire gondolt. Érdemes néhány hetet várni, és vagy esetleg 2 évet, és mindenki látni fogja, hogy ami történik, az egy baloldali probléma, egy baloldalon belüli harc. Bennünket ez különösebben nem érint. Ha igen, akkor alig, ha nem kedvezően. Én nem szeretném miniszter úr helyett interpretálni a mondatait meg a szavait, de hogyha esetleg arra gondolt, hogy Magyar Péter a addig létező ellenzék kárára működik itt a politikai térben, és ezért kellene, hogy hálásak legyenek majd az ő színre lépésért, akkor messze járok az igazságtól, vagy valami hasonlóra gondolhatott, vagy gondolt miniszter úr? Nem, arra gondoltam, amit le is írtam, és most is elmondtam. Tehát van egy baloldalon belüli küzdelem, ez bennünket nem érint. Akiket a baloldalon érint, azokat meg legkevésbé sem tudom sajnálni. Értem, de a hála az még mindig lóg a levegőben. Az az irónia része volt. Rendben, köszönöm. Magyar Péter erre reagált fenyegetésként értelmezte miniszter úrnak a mondatát. Magyar Péter ennyire nem hülye, értette ő azt. Orbán Viktor nemrég Magyar Péterről azt mondta, hogy ez a baloldal belügye, mivel hogy ő baloldali. Ugye Magyar Péter korábban az ön barátja volt, Varga Juditnak volt férje, és hát Fidesz tag is volt. Hogy mikor lett ő baloldali? Hát ez is az volt nagyon régen. Tehát 90-es években SZDSZ-es volt, vagy SZDSZ-szimpatizáns volt. Aztán volt egy másik korszak, és most újra van egy korszak, ezt vele érdemes egyeztetni. Ugyanakkor ugyanerre a baloldalra a miniszterelnök úr azt is kilátásba helyezte, hogy külföldi érdekeket szolgál, hogy nem veszélyes, nem volt-e, tehát rosszul döntöttek-e önök korábban, amikor egy ilyen embernek adtak állami pozíciókat? Nehéz azt megmondani, hogy valaki 10-15-20 év alatt megváltozik, akkor a 10-15 vagy akár 5 évvel ezelőtti döntések vele kapcsolatosan helyesek voltak-e. Miniszter úr, egy baloldali embert miért ajánlott Fidesz tagnak? Mint említettem, több korszaka volt Magyar Péter életének. Volt, amikor SZDSZ-es volt, utána 2006 őszén méltányolható, sőt elismerendő érdemeket szerzett a gyurcsányi szemkülevetés időszakában, és ezt követően Fidesz tag szeretett volna lenni. Nagy problémám, hogy nem fizetett utána a tagdíjat, hogyha ezt az ajánlókon hajtják be, akkor 47 ezer forinttal tartozom miatta. Mit gondol, hogy miért volt fontos a miniszterelnök számára, hogy megemlítse azt, hogy ön volt az, aki Magyar Pétert Fidesz tagnak? Mert jó viccnek tartotta, én is annak tartom. Egy vicc előttünk előző nap ezen. Elképzelhetőnek tartja, hogy újra ajánlani fogja a Fidesz tagnak Magyar Pétert, hogyha majd mást gondol megint a politikáról? Nem hinném. Magyar Péterről most az előbb azt mondta, hogy ugye a 90-es években SZDSZ-es volt, hát most gyorsan megnéztem, ő 99-ben töltötte be a 18. életévét, tehát hogy ez egy elég szűk időintervallum. 12-13 évesen Tordján nagy gyűlésekre jártam, tehát. Szóvivő asszony, a múltkori kormányinfo után Magyar Péter megrótta a kormányt és a sajtót is, hogy nem kellő terjedelemben volt róla szó ezen az eseményen, tehát nem maradt elég idő a vele kapcsolatos kérdésekre. Hát ami a sajtót illeti, azt a megjegyzését azt én az írói munkássága részének tekintem, de kíváncsi vagyok a kormány véleményére. Miért látták szükségét annak, hogy idehívják Varga Mihályt és Nagy Istvánt? Korábban is volt több olyan kormányinfó, ahol a kormányszóvő mellett valamelyik szaktárcvezető éppen Nagy Márton volt jelen. Korábban is vagy éppen Varga Judit volt jelen, vagy éppen Varga Mihály volt jelen. Vagy én emlékszem Hernádi Zsoltra is, aki jelen volt. Vagy éppen a vezérkarfőnöke, vagy Hernádi Zsoltra. És mindig az volt, hogy ha miniszter volt jelen, mindig az volt a gyakorlat, hogy először kérdezzék őt, és amikor
tőle már nincs több kérdés, akkor válaszolok én. Úgy is számoltunk egyébként, hogy ez kb. 45 perc lesz, és utána még marad egy és egy négy óra, hogy én válaszolok. Azt, hogy önök sokat kérdeztek a másik két minisztertől, ezekhez önöknek joga van. Azt, hogy nem szoktak még hozzá, hogy Magyar Péter önöknek is megmondja, hogy mit kellene tenni vagy írni. Ez úgy látom, hogy a sajtó egy része kénytelen hozzászokni, akinek megmondják, hogy most Magyar Péterről kell írni. Szerintem ön is érzi a helyzet különlegességét, hogy két hónap után került sor egy kormányinfóra, azok után, hogy Magyar Péter több százezres demonstrációkat szervezett. Ez se igaz, de akár... Ön mennyire teszi, több ezresre? Nem, több tízezresre, de nem... Volt egy objektív számítás, mindenki megnézheti. Van egy olyan... elsősorban budapesti tömeg, néhány tízezer ember, aki, hogyha a kormánnyal szemben úgy látják, hogy van értelme tüntetni, akkor él azzal a szabad és demokratikus joggal, amit a gyülekezés alkotmányos alapjoga jelent. Szerintem jó ennek örülni. Valóban nem menjünk bele számháborúba, de mit gondol a vidéki eseményeiről, ahol ezrek vettek részt szintén? Ilyen egy választási kampány, az jó, hogyha ilyen. Hogyan kommentálna a volt igazságügyminiszter azon kijelentését, hogy Rogán Antalék belenyúlhattak az ügyészség iratokba, kihúzhatták magukat? Érdemes más szavainak az interpretációjánál, hogyha valaki hiteles választ akar kapni, azt megkérdezni, aki mondta. Én legfeljebb azt tudom, hogy nekem mondott Varga Judit, aki azt mondta, hogy a férjével eleve nem akart soha közéleti ügyekről beszélgetni, de az ő provokációjára időnként ezt megtette, de ennek egyetlen célja volt, hogy minél előbb hagyja békén. De ezek szerint Varga Judit hazudott ezen a hangfelvételen? Még egyszer mondom, ezzel kapcsolatban neki kell kérdéseket feltenni, nem nekem. Azt mondta, hogy Varga Judittal beszélt arról, hogy ezen a ominózus hangfelvételen, amin azt mondja, hogy Rogán Antalék kihúzatták magukat a Völner Sadl ügy nyomozati irataiból. Pontosan miről beszéltek itt Varga Judittal, össze tudja mondani? Mit mondtam? De ugye itt azt mondta, hogy Varga Judit azt állította, hogy őt Magyar Péter sokszor provokálta, és őt ezért mindig próbált ezt minél gyorsabban lezárni. De akkor Varga Judit azt is mondta önnek, hogy ő itt nem mondott igazat? Vagy tehát, hogy ez nem egészen magyarázza, egyszer, amit ön mondott, nem egészen magyarázza ezt az állítását Varga Judit. Az a probléma is műfajilag van vele, gondolom, hogy ön egy olyan beszélgetés kapcsán kérdez engem, aminek én nem voltam részese. Tehát a helyzet az, hogy én elmondtam egy mondatban, hogy nekem erről Varga Judit mit mondott, én ehhez nem tudok többet hozzátenni, kérdezze őt. Varga Juditot nem tudjuk megkérdezni, hiszen eltűnt a nyilvánosság elől, és itt egy olyan ügyről van szó, ami azért nagyon érdekli az embereket, hiszen a igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat is érinti azért jelentős részben. Ezért ha tudnék többet mondani, akkor szívesen mondanék, de nem tudok. Tehát akkor Varga Judit nem állította önnek azt, hogy ez nem igaz, amit ő itt mondta? Varga Judit azt mondta, amit én itt ismertettem. Nekem ezt mondta. Ami? Hogy hangzik pontosan? Mondom, úgy, ahogy elmondtam. Tehát ő azt mondta, hogy addigra már olyan borzalmas volt a viszonya a férjével, hogy minden ilyenen túl akart esni, és ezért beszélt olyanokról is, olyan témákról is, amikről éppen nem is akar beszélni, és mindenre igent mondott. Hozzátszem, valaki meghallgatja ezt a hanganyagot, akkor végig se tudja mondani, amit mond, mert a férje közbevág. Tehát ez semmilyen bizonyítékként, semmilyen formában semmire nem alkalmas, de nem tudok arra válaszolni, hogy egy olyan beszélgetésen, ahol nem voltam jelen, ki mit gondolt, amikor egy-egy megjegyzést tett, vagy egy-egy mondatot mondott. Mit gondol arról, hogy emiatt a hangfelvétel miatt a társadalom széles rétegei most nem bíznak a legfőbb ügyészségben, illetve abban, hogy pártatlanul végzi az ügyészség a munkáját? Hát én ezt pont fordítva gondolom. Ha valaki elolvassa ezt a hanganyagot, akkor ebből ellentétes következtetést lehet kilevonni. Mármint, hogy az ügyészség pártatlanul végző munkáját, ön ezt a következtetést mondja ebből? Hát hiszen itt az hangzik el, hogy Rogán Antalék kihúzatták magukat a nyomozati iratokba. Hát az egész ügynek az a lényege, hogy 3,5 hónappal a választásokat megelőzően egy kormány miniszter helyettesével szemben közölnek súlyos gyanúsítást. Egy olyan állítás is elhangzik ezen a hangfelvételen, ahol azt mondja Varga Judit, hogy Polt Péter nem ura a helyzetnek az ügyészségen, és itt arra utal, hogy ezért történhetett az, hogy a kormány egyik államtitkárát megvádolták ebben az ügyben, illetve le tudták hallgatni. Erről mit gondol? Hát azt, amit a legfőbb ügyészség egy közleményben kiadott. Ami az, hogy ez... Hogy az ügyészséget nem uralja a legfőbb ügyész, hanem az ügyészség a jogszabályoknak megfelelően működik. Ebben a helyzetben egyébként, hogy kijött ez a hangfelvétel, amin ugye még egyszer a volt igazságügyi miniszter állít elég súlyos dolgokat az ügyészségről, illetve az egyik miniszter kollégájáról, nem merült fel önben, vagy bárkiben a kormányon belül, hogy esetleg
olyan legfőbb ügyészt kéne választani az ügyészség élére, aki nem volt korábban a Fidesz tagja, aki nem járt foci meccsre Orbán Viktorral, hogy a társadalom elhihesse, hogy tényleg pártatlanul végzi a munkáját. Nagyon örülök, hogy ezt újra és újra Polt Péterrel kapcsolatosan felvetik, de Polt Péter mégiscsak egy a demokráciáért és a jogállamért való harcban alakult és létrejött és működő pártnak volt szakértőként a tagja 3 évtizeddel korábban, de sose vetették fel azokkal a legfőbb ügyészekkel szemben, jó néhány volt, aki korábban a Magyar Kommunista Állampárt tagja volt. Az nem zavarta, érdekes módon a nyilvánosság. Erre nekem akkor nem volt lehetőségem, hogy fölvessem, de akkor önben nem merül fel, hogy fontos lenne, hogy a társadalom teljes egésze megbízhasson a legfőbb ügyészben és abban, hogy pártatlanul végzi. Szerintem az a fontos, hogy az ügyészség a munkáját a jogszabályoknak megfelelően végezze. Ez az ügy arra bizonyíték, az egész Völner-Sadl ügy arra bizonyíték, hogy politikai hovatartásoló tekintet nélkül az ügyészség a munkáját pártatlanul végzi. Rogán Antalt egyébként megkérdezte a hangfelvételen elhangzottakról? Nem. Miért nem? Nem tartottam szükségesnek. Egy héttel ezelőtt arról nyilatkozott, hogy önt még nem kereste meg az ügyészség. Azóta érkezett-e bármiféle idézés a Völner Sadl üggyel kapcsolatban, illetve azzal, ugye abban a nyomozással kapcsolatban, amivel Varga Juditot is már beidézték a Magyar Péteri hangfelvétel alapján? Ezt 2 hete nyilatkoztam, és múlt héten tanúként meghallgattak az ügyben. Értem, és a tanúkénti meghallgatásával kapcsolatban el tud mondani bármit, hogy... Nagyjából ugyanazt mondtam ott is, amit itt önökkel megosztottam. Lázár János szerint Varga Judit ezen a hangfelvételen össze-vissza beszélt, hülyeségeket mondott. Most ön egy korábbi kérdésre azt válaszolta, hogy az ügyészségre vonatkozó rész hiteles, de hogy akkor a Rogán Antalra vonatkozó rész mégsem az. Én nem minősítettem a beszélgetést. De akkor ön szerint az ügyészségre vonatkozó rész hiteles? Szerintem Polt Péter nem ura a helyzetben. Az én véleményem az, hogy én nem elemzek egy beszélgetést, ami szerintem olyan körülmények között történt, hogy abból érdemi következtetéseket nem lehet levonni. Önök ezt elemzik, mindenki megteheti saját ízlése szerint. Én egyet tudok mondani, az egész Sadl-Völner ügy annak a legékesebb bizonyítéka, hogy az ügyészség Magyarországon a politikától függetlenül működik. Ha megfordítom ezt, és az ügyészség 3,5 hónappal egy választás előtt, úgyhogy baloldali kormányban emelt volna vádat, mondjuk a Polt Péter vezette ügyészség egy miniszterhelyettessel szemben, akkor az egész sajtó azt kiabálta volna, hogy lám-lám, politikailag elfogult ügyészség. Alig ha van ékesebb bizonyíték annak, hogy semmilyen politikai elfogultságról beszélni nem lehet, mint éppen a Völner Sadl ügy. Akkor ön egyetért Lázár János kijelentésével? Én azzal értek egyet, hogy az ügyészség törvényesen jogszabályi kereteket betartva működik, és ennek ékes bizonyítéka az önök által említett ügy.